Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Ma a csendelverésről, vagy ahogy én jobban szeretem használni, a csendes kezelésről fogok nektek egy pár tájékoztató mondatot elmondani. A csendes kezelés az az egyik leghatékonyabb narcisztikus manipulációs módszer, amely a narcisztikus részéről minimális erőfeszítést igényel, nagyon kevés energiabefektetéssel jár a számára, viszont azonnal használható és nagy eredményeket, nagy narcisztikus ellátást kap általa. A narcisztikus a csendes kezelést véghez viheti úgy is, hogy félrevonul duzzogni, aztán úgy is, hogy a környezetedben mindenkivel beszél, de veled nem, aztán eltűnhet úgy, hogy elérhető lesz, tehát tőled távol lesz, de elérhető telefonon, vagy e-mailben, vagy messengeren például, és eltűnhet úgy is, hogy egyáltalán nem tudod, hogy hol van, és egyáltalán nem elérhető. Na most, hogy mi a lényege ennek a csendes kezelésnek, illetve hogy miért alkalmazza a narcisztikus, egyrészt azért, mert ezáltal ő narcisztikus ellátáshoz, úgymond üzemanyaghoz, energiához juthat, másrészt pedig ezzel ki akarja fejezni a feletted való hatalmat. A narcisztikus nagyon élvezi és nagyon csodálatosnak tartja azt, amikor feletted uralkodhat bármilyen manipulációs technikával, és ebből a csendes kezelés az, ami ami mindig a rendelkezésére áll, tehát bármikor bevetheti ellened, és te nem tudod, hogy miért. Amikor azt tapasztalod, hogy csendes kezelésben részesít, akkor nagyon sokszor nem tudod, hogy miért teszi ezt, ezért összezavarodsz, kérdéseid lesznek, kételjeid lesznek, és folyton azon fogod törni az agyadat, hogy miért van, mit tettél, mit mondtál, mit csináltál, és elkezded elemezni a múltnak az eseményeit, az előtte történt dolgokat, hogy mi volt az, amivel hibáztál, mi volt az, amivel megsértetted, vagy mi volt az, amivel kiváltottad a csendes kezelést. Különféle forgatókönyveket hozol létre az agyadban, különféle variációkat, hogy mivel bosszantottad őt fel. A csendes kezelés közben általában az áldozat azt érzi, hogy folyton kérdeznie kell a narcisztikust, mi bajod velem, miért nem szólalsz meg, mit tehetek. Tehát nagyon sok kérdés felmerül az áldozatban, és a narcisztikus ezt élvezi, hogy te ilyenkor fokozott figyelemmel fordulsz felé, tehát figyelmi energiát biztosítol a számára. Azt is nagyon élvezi, hogyha ott van veled és ott duzzog, vagy környezetedben mindenki elszól, csak hozzád nem, hogy te test közelben vagy, látja a reakcióidat, látja az érzelmi változásokat az arcodon, a testtartásodon, a hangsúlyodon, a viselkedéseden, és ez neki hatalmas nagy energia forrást, illetve üzemanyagot ad. A csendes kezelés során minél zavartabb vagy, és minél tovább tart ez az időszak, annál jobban próbálnád megérteni a válaszokat, a miértjeidre azt, hogy ő mit mondana, és egy idő után az ember, ha akarja, ha nem, elveszíti a türelmét, elveszíti a magabiztosságát, kétségbe esik, aggódik, szorong, fél, dühös lesz, sír, kiabál, haragszik, és ez mind-mind rendkívül jó üzemanyag ellátása narcisztikus számára. Aztán azt is előszeretettel használja az áldozat ilyenkor, tehát ő megtapasztalta, hogy ha csendes kezelésben részesül, akkor jobban teszi, hogyha esetleg meghúzza magát, ha óvatos, ha nem bosszantja tovább a narcisztikust, mert nem tudja, hogy mi lesz a csendes kezelésnek a vége, a végkifejlete, és ezért különféle magatartási formákat, magatartási mintákat fog kipróbálni, de általában mindegyikről leszűr az áldozat, hogy egyik se hatékony arra, hogy megszólaltassa a narcisztikust. Az áldozat előbb-utóbb belefárad ebbe a fajta stresszbe, félelembe, ebbe a fajta nem értett helyzetbe,
És egy idő után azt veszi észre, hogy a fáradtságtól, a szorongástól már igazából nem is tud tisztán gondolkodni, és megpróbálja ezt a nagyon kellemetlen helyzetet megszüntetni az áldozat, ezért hajlandó arra, hogy különféle dolgokat megígérjen a narcisztikusnak, engedményeket tegyen, elnézést kérjen, kedveskedjen, és a narcisztikus ezt roppantul élvezi, hogy ő ilyenkor elfogadhatja ezeket a felajánlásokat, és esetleg megbocsáthat, hogy ő az, aki irányít benne, ő az, aki érzi a hatalmát feletted, és ez hatalmas nagy energiával fogja őt eltölteni. Most amikor a narcisztikus mondjuk távol van tőled, de tudod, hogy elérhető, akkor általában felhívod, többször írsz neki SMS-t, Messengeren, e-mailt küldesz, és ő ezt roppantul élvezi, mert tudatában van annak, hogy te milyen lelki állapotban vagy, illetve annak is, hogy ő bármikor kikapcsolhatja a telefont, elérhetetlenné teheti magát, tehát fenntart benned egy olyan félelmet, bizonytalanságot, ami egy panikszerű magatartást vagy viselkedést fog kiváltani belőled, mert attól félsz, hogy ha nem éred el, nem tudsz róla, akkor ő véget vett a kapcsolatnak, és te nem fogod tudni, hogy miért, illetve nem tudod folytatni a vele való közös életeteket. A narcisztikus, amikor csendes kezelést alkalmaz, akkor tudd azt, hogy mindig játszik az érzéseiddel, te veled egyáltalán nem törődik, csak azzal az üzemanyaggal, azzal az ellátással, amit te neki adsz, különféle érzelmek által, a figyelem által, a dű, a harag, a kétségbeesés, a pánik, a sírás által. A narcisztikus a csendes kezeléssel arra is folyamatosan emlékeztet, még hogyha te nem is akarsz rá emlékezni, hogy te az ő számára mennyire alávaló vagy, mennyire lentebb vagy, mint ő, és úgy kezel, mint egy készüléket, amit ki és bekapcsolgathat. Ha van kedve, szól hozzád, ha nincs kedve, nem szól hozzád. Nem tisztel, nem tekint személyiségnek, és burkoltan kimutatja, hogy uralkodik feletted, valamint jelzi a környezetnek azt, hogy te elkövettél ellene valamilyen sérelmet, és ő az áldozat, és ő neki jogában van ezt a csendes kezelést alkalmazni, és jogában van megbüntetni téged. Magyarul, hogyha egy társaságban például együtt érkeztek, együtt mentek, és utána ő nem szól hozzád, tehát látványosan kerül, akkor lényegében legalább szégyenbe hagy, rossz híredet kelti, nyilvános büntetést alkalmaz. A csendes kezelés megerősíti a narcisztikus számára azt az érzést, hogy te nem számítol neki, tehát te olyan vagy, mint egy tárgy, és nem számítanak az érzéseid, hogy a csendes kezelés terén milyen hatással van, viszont a belőled kiváltott érzéseket ő felhasználja saját energiatartalékainak a feltöltésére. A csendes kezelésnél nagyon jó, hogyha tudod, hogy tudsz ennek véget vetni, illetve hogy mi az a pont, aminél a narcisztikus úgy dönt, hogy abba fogja hagyni feléd ezt a manipulációs technikát. Azt mondja egy nagyon művelt, nagyon magas szinten lévő, tehát tudásban nagyon magas szinten lévő narcisztikus, hogy ennek nagyon egyszerű módja van, hogy te felfüggeszt, vagy megszüntesd a csendes kezelést, egyszerűen annyi dolgod van, hogy hagyd ott, menj el, ne foglalkozz vele, ne reagálj sehogy, ne vedd figyelembe, hogy ő hogy viselkedik, és amikor a narcisztikus ezt látja, akkor egy bizonyos időn belül azt fogja gondolni, hogy akármit, tehát akárhogy ver csendel, vagy akárhogy kezel a csendel, te nem reagálsz rá, konstatálj, hogy nem kap tőled érzelmet, nem kap tőled figyelmet, nem kap tőled narcisztikus ellátást, üzemanyagot, és akkor úgy fog dönteni, hogy felesleges dolgokra nem pazarolja az energiáját, idejét,
és abba fogja hagyni, le fogja állítani a csendes kezelést. Tehát egyszerűen hagyd ott, ne foglalkozz vele, tegyél úgy, mintha csak egyszerűen pihenne, ne firtass semmit, ne kérdezz semmit, ne dühöng ki, ne sírj, ne esd pánikba, ne csapkodd az ajtót, ne járj körülötte, tojáshéjon, éld a természetes, normális életedet, úgy, mintha ő ott se lenne. És amikor ő fogja látni, hogy ez a csendes kezelés ez nem működik, akkor egyszerűen le fogja állítani. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog ellened bevetni másfajta manipulációs technikát, de ezt egy időre abba fogja hagyni, biztos fogja újra próbálni, és ha te következetesen nem figyelsz rá, nem veszed figyelembe is, tehát tudod érzelemmentesen végigcsinálni a dolgot, akkor arra az elhatározásra fog jutni, hogy a csendes kezeléssel nem fog téged bántani. Az nem biztos, hogy ennek a különféle válfajai, tehát a különféle fajtáit nem fogja veled szemben alkalmazni, de lehet, hogy nyilvánosan nem fog, vagy tehát, hogy nem fog előtted duzzogni, vagy nem fog társaságban nem szólni hozzád, de lehet, hogy éppen el fog menni, és nem fogod tudni, hogy hol van. Tehát attól függ, hogy melyik módszerét látta sikeresnek, azt fogja veled szemben alkalmazni. Most, hogyha ő eltűnik, és napokig nem éred el, az emberben van egy ilyen természetes reakció, hogy félünk, aggódunk, mi van vele, nem történt-e baja, de hogyha ez többször megismétli, akkor, és mindig úgy megy vissza, hogy sérteten, és semmi baj nincsen, és mindig visszamegy hozzád, akkor ezzel sem érdemes túl sokat foglalkozni, illetve nem kell, hogy kifejezd az aggodalmadat, nem kell, hogy kifejezd azt, hogy te félted őt, hanem próbáld meg természetesnek venni, hogy elment, visszajött, és hogyha ez egy idő után neked nem tetszik, mert neki tetszeni fog, de neked nem tetszik, és te ezt úgy gondolod, hogy nem akarod eltűrni, akkor egyszerűen közöld vele, hogy rájöttél, hogy ő ezt csinálja, ezt a manipulációt alkalmazza vele szembe, ezzel ő hatást elérni nem fog, és te nem vagy hajlandó ilyen magatartást eltűrni, illetve hogyha ezt akarja ő tovább gyakorolni, akkor legyen szíves, költözön oda, menjen oda, ahova eddig is ment, és te neked hagyjon békét. Köszönöm, hogy meghallgattad a videót, hogyha hasznos volt ez az információ, akkor kérlek, hogy lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, válok a NARC Klub tagságra is, ahol exkluzív videókat találsz a narcisztikusokról, illetve önismereti videókat fogok feltenni, és olyan meseelemzési videókat, amelyekből a különféle élethelyzeteket konkrétan és pontosan megérthetitek majd. Legyen szép napot, szia!